Szerintem egy másodperc lesz. A hangot nem itt hagytam, és nem áll át ilyenkor az OBS, sajnos. Botor kis hiba tőlem, nézzétek el nekem, fiúk, lányok. Na. Mindjárt megvárjuk, hogy minden észrevegye, hogy ismét frissültünk egyet, aztán akkor nekiugrunk. Gondolkodóba esett minden. Viszont a zenéje király. Most tetszik. Jó, magára találtunk, úgy látom, nagyon faszán. Tökély. Jó. Én ezt így el tudom fogadni. Na. Gamma. I just the gamma slide until you can barely see the level of flow. Nekem ez így abszolút rendben van. Érje. Na srácok, halkítok már is egyet. Szerintem ez így abszolút jó lesz. Majd sikítotok, hogyha esetleg még hangos vagy ilyesmi. Mondjuk a music az jó lesz ötvenesen is. Menüt nem tudom mire menüzi, gondolom menünek a hangja, mint amit kattintgatok. Angol tökéletes beszélgetések alatti szövegezés, azt mondja a picit valaki, igen. Nem, az abszolút rendben van, show bark subtitle legyen. Cinematic subtitles, azt is kérjünk. Ó, ez tök korrekt, hogy végre egy játék, ahol normálisan a feliratozásra is úgymond odafigyeltek. Tehát tudod állítani azt, hogy sima NPC beszélgetések miként legyenek, hogy az utolsó sor legyen, ha jól olvasom, vagy az egész. A világban, ha beszélgetnek, azt is feliratozza, majd meglátszik ez mennyire zavaró, meg hogy az átvezetőkben mi legyen. Ez tök jó. Na, nézzük egy grafikát. Azt mondja, hogy frame rate unlimited. Hoha, milyen kedves. Előrevetíti azt, hogy ez így el fog menni fullon. Ó, úgy látom azt, hogy igen. Ez a Fox? Nem, van nekünk Ultránk is. Nézzük meg Ultrán. Nézzük meg Ultrán. Egye fene, srácok. Ugye Windowsban vagyunk, amit hogy Windows alkalmazásban vagyunk, úgyhogy FPS számáló túlzottan nem fogunk találni. Hát majd érzésre megmondom, hogy megvan-e a 60 FPS-ünk. Én nagyon remélem, hogy meg egyébként. Szerintem meg kéne, hogy legyen. Jó. Gameplay. Show player helmet. Ó, látsz, hogy jön a sisakunk. Ez mindig egy kardinális kérdés nálam a játékokban, egyébként én kiszoktam kapcsolni. 75-ös fovunk van, azt gondolom okés lesz. Tutoriál mehet, tutoriál értesítések jöhetnek. Oké. Okay. Ó! Van egy ilyen beállítási opció, hogy be lehet állítani azt, hogy a fegyverünk mekkora sebzést osszol le, tehát hogy mit írjon ki, hogy a sebzésünknek a másodpercenkénti osztása, mint a szokásos sima MMO-kban, meg ilyenekben, vagy pedig, hogy mekkora damage tud kiosztani single targetnek az összes lövést figyelembe véve, ha jól fordítom. Mutassa az alapértelmezett itemeknek a statisztikáit, jó. Jó, ezek jók szerintem. Ezek így rendben vannak.
Na, egy kontrollt még nézzünk. Mouse Sensei egyébként a menüben teljesen korrektnek tűnik, majd meglátszik, hogy a játékban ez mennyire. Controllernek is van külön beállítása, tehát most aki ezt PC-n kontrollerrel szeretne játszani, azt én nem tudom. Biztos, hogy akad olyan esetleg, aki kacérkodik ezzel a gondolattal. Nem tudom, maradjunk billentyűzetnél, meg egérnél, ha már azt fogdosok. Na, mint tudjátok, srácok, én vagyok az a csávó, aki VASD helyett mással játszik. Igen, tudom, még mindig megőrültem. Úgyhogy én itt most gyors állítok egy-két dolgot. És onnan rongyolhatunk is tovább. Azt meglátszik, hogy mi újság. Crowd Sneak. Hát kérdés, hogy a futás mennyire lesz kardinális. Megragadt ez a szó nekem már, ahogy látom. Ugye a sprint meg a crouchot mennyire kerüljem, vagy változtassam meg, bár mondjuk ez nekem a középső gombon. Weapon Radial. Hát akkor maradjon a numerám. Azt mondja, hogy Use, az nekem tökéletes. Reload, nagyon jó. Attack, Aim. Quick Melee, az tökéletes. Na és akkor vannak itt ilyenek, hogy Inhaler. Hát az a tudja a rákom, hogy mi. Tactical Time Dilation, TTD. Ez ilyen, mint a Falloutban, hogy meg lehet állítani, nézni, hogy mi merre, hány óra. Mindegy, ezeket állítsuk be ezekre a gombokra, és meg kiderül. Companion Move. Aha. Igen, tehát lehet, hogy követést rakni, aki meg, hogy támadjon. Illetve az Ability, tehát ezt berakjuk szépen így a szélrózsa irányaiba. Aztán meglátszik. Van nekünk egyszer egy weapon 1, weapon 2, weapon 3, meg van 4-esünk is, last weapon no, weapon radial. Jó, megnézzük. Ez, jó, ott egy térkép. Ott egy térkép. Ja, view map. Azon izélek, hogy lényegében ilyen, hogy gránátdobás meg ilyesmi annyira nem volt. Úgyhogy lehet, hogy úgy csináljuk meg, hogy a Companionnak a dolgait ide rakjuk majd, nem tudom. Meglátszik, hogy ezt mennyire kell használni. Jó, mindegy, meglátjuk, srácok. Aztán van nekünk ugye a szokásos karakter, az C helyett K-ra került. Megkérdezzétek, hogy miért. Inventory Evil, oké. Okay. Van egy journalunk. Meg egy companion menünk. Jó, jó. Hölgyek, urak, úgy néz ki, hogy készen állunk a kalandhoz. Vessük bele magunkat és nézzük meg, hogy mit kínál nekünk ez a játék most. Apply minden. The Outer Worlds New Game. És azt mondja, van itt nekünk 4 nehézségi fokozat. Nyilván a sztori, mint minden játékban. Aki a sztorira kíváncsi, kevesebb élete van az enemiknek, és kisebb damage-t is osztanak le. Van egy tök normál fokozat, ez ilyen első végigjátszásos, mint mindenben. Standard élettel és damage rendelkeznek, a hardban már több élettel vannak, és keményebb sebzés osztanak, és van egy Supernova nevezetű, ami a legnehezebb fokozat, azt mondja, hát bármilyen hihetetlen. És ez extra kihívásokat ad a játékosoknak. Több életük van és sokkal több sebzést osztanak le. Enni, inni és aludni kell, hogy túléljük. Wow, azért ez egy durva különbség, hogy a másik esetben nem kell ilyen. A segítségünk az permadeffel el tud halálozni, tehát ugye nem tudjuk fölilleszteni. Jól fordítva, tehát igazából csak az ágyban tudunk hílelődni, javulni. A fegyverek és az armorok nagyon-nagyon gyenge, hát úgymond túlélési rátával dolgoznak, tehát nagyon-nagyon gyenge a
Na baszki, mi az magyarul? Elhasználódás, igen, gyakorlatilag. Néha jobb kimondani angolul, esküszöm már nekem is, pedig aztán én messze vagyok a jó angoltól. Csak a hajóval lehet fast travel-ölni, csak a hajóban lehet aludni, és az autó save limitálva van, a manuális mentés pedig szintén csak a hajóban lehetséges. Ez egy durva kihívás lehet, aki egy második végigjátszást csinál, de mi maradjunk a normál fokozatnál, srácok, az mindenkinek oké. Szokásosan megint ugyanaz a feliratbeállítás, mint a sima menübe, úgyhogy nyomjuk neki. Why stay earthbound when prosperity awaits you in the stars? Come to Halcyon, the only colony on the edge of the frontier, owned and operated by corporations. A trip of 10 short years will feel like mere minutes, thanks to the comfort and safety of your very own hibernation chamber. You'll wake up in a perfect society designed to maximize your productivity with guaranteed full employment. With only a minor term of service, you will become the master of your own destiny. When you go out of this world to the Halcyon colony. Hundreds of thousands of colonists left adrift out here forever, just to keep from damaging the board's bottom line. Disgraceful. Oh, te gyakorlatilag hasonlóan kezdődik egyébként, hogy bármelyik Fallout rész, tehát ettől nem szakadtak el a srácok, de egész korrektül működik. Tehát itt is egy ilyen csodálatos utópiát, egy paradicsom bolygót mondanak, amire el tudnak ugye a telepesek, a sima egyszerű emberek, akik valószínűleg mi leszünk, utazni, és ennek a csodálatos, hát a szokásos fogyasztókamrának, tehát ilyen Hyperchambernek köszönhetően ugye lefagyasztanak minket, nem öregszünk minden, és amint kijövünk, tehát felillesztenek minket, megérkezünk erre a csodálatos utópiára. Azonban valami gigszer történt, az emberek nem ébrednek föl, és egy közeledő hajót észlelt a rendszer, ami ezt a csodálatos emberkét szállította, akit, hogyha jól láttunk, akkor elég szépen köröznek különböző kolóniák elleni, illetve a kolóniák ellen elkövetett vétségek miatt, tehát valószínűleg ő lesz a rossz fiú. Most kíváncsi vagyok, hogy mit fog velünk tenni. A szokásos kezdő 6 pontot tudjuk elosztani. Ez nem tudom, hogy hány pont volt anno a Falloutban, de ott is ugye el tudtuk dönteni, hogy mire rakosgatunk, úgyhogy már kezdődik az, hogy úristen, és hogy mire tudunk majd költeni a játékba. Ami úgy néz ki, hogy tudunk rakni az erőre. Azt mondja... hatással van a közelharci fegyverekre, tehát a milli fegyverekre, és arra, hogy mennyi cucc lehet nálunk. Azt mondja, egykezes fegyver, kétkezes, heavy, tehát nehéz fegyverek, a blokkolás, az inspiráció, az mire gondol, hogy inspiráció, tudnám, hogy mire gondol. Illetőleg a megfélemlítésre. Ez 0%-os milli damage-en van, és 80 kg-os
cipelési kapacitás, úgymond van nekünk egy csodálatos dexterity-nk, úgyhogy ott azt mondja, hogy ugye mivel ez az ügyesség, ez a közelharci támadások sebességére és a távolsági fegyverek újratöltési sebességére van hatással, ez befolyásolja az egykezeseket, a kézi fegyvereket, a dodzsolás, a blokkolás, a lopakodás, meg a zárnyítás képességét. Ez a testre hat. Itt vannak az elme dolgai, az intelligencia, ami a kriten segít. Látjuk, hogy hekkelés, a gyógyászat, a tudomány, meg minden anyám kínja. Van nekünk egy perception, amit én mindig elfelejtek, hogy mi a rákomat jelent. Észlelést. Ó, igen, ez a fejeseknek és a testtel lévő különböző gyenge pontoknak az észlelése. Valószínűleg úgy látom, hogy ez úgy fog működni, mint a ténylegesen a szokásos Fallout részek, hogy meg tudjuk állítani, és ki tudjuk jelölni, hogy hova célozzunk az emberem. Tehát gyakorlatilag tényleg ez a várt Fallout lesz, nem Fallout néven egyelőre. És akkor van egy személyiségünk, ami a sármunkra és a temperamentumunkra vonatkozik, itt pedig a különböző frakcióknak a reputációja és a mellettünk lévő társ vagy kompániának a képességének az újratöltését, tehát a CD-jét szabja meg. Itt ugye amint rakok rá, ugye egyrészt, hogy milyen gyorsan frissül majd a társamnak a képességei, illetve hogy pozitív vagy negatív irányba milyen reputációval megyek a különböző frakcióknak. Itt pedig... Aha, itt meg a természetes életregenerációm van, ami kihat a kétkezes közelharciakra, a lopakodásra, a gyógyászatra, a mérnöki dolgokra, ami nem tudom, hogy mi akar lenni, meg a hazugságba, hogy mit a... Ja, mondjuk temperamentum mondjuk jogos. Csak kicsit összevonja a játék, tehát egy lopakodás, meg temperamentum, meg minden. Na mindegy. Fú, srácok, fogalmam nincs. Az a baj, baromira nem vágom a játékot, hogy milyen jellegű. Itt gyanítom, hogy ilyen tankosabb karaktert akarsz csinálni. Bocsánat, mikorán van. Hogy ilyen tankosabb karaktert akarsz csinálni, vagy olyat, aki ugye kevesebb harccal is át tud jutni területeken. Pfú, nem tudom. Rakjunk egyszer egyet a straight-re. Ez hozzáad plusz 10 millidimést, és 100 kilót tudunk vinni. Ez a... Hát ha már raktunk arra, hogy milyen erősen tudunk millizni, akkor rakjunk a dexterity-re is. Critical hit. Ó, bakker, nem tudom. A reputáció se lenne rossz. Jaj, hogy kapok 10-et, de elvesz 10-et. Gratulálok. Tehát büntet is a játék. Tehát, hogyha rárakok a sármomra, nyilván ahol a pozitív az pozitív, de a negatív az meg 10%-kal negatív. Ó, gratulálok, fasza. Hát a health regen se lenne rossz. Most rakjak mindenre. Legyen egy arany középút. Legyen minden jó. Azt kész. Passz, nem tudom. Nem vágom a játékot, ezért nem tudom, hogy mi a jó benne. Mondjuk előrevetít egy tök jó második játszást, hogy tényleg úgy mész esetleg, hogy csak a sármoddal mész, vagy esetleg az intellekt. Mindegy, menjünk tovább, srácok. Nem lehet kattintani? Ó, értem. Akkor Ó, bazd meg. Mi az Isten ez? Skillpontok. 2 darabunk van. Közelharci fegyver, távolsági fegyver, védekezés, a dialógusok, a lopakodás, a technika és a vezetés. Ó, basszus, srácok, ez nagyon mély lesz ez a játék. Behalok. I bet your vicious with a toss ball stick. És hogyha egyet rakok, az egy kategóriának minősül.
Értem. Hát én inkább fegyverekkel szeretnék ebbe a játékba operálni majd, úgyhogy én inkább a fegyverekre rakok. Viszont ha ezt nézem, akkor meg itt nem kéne a millire rakni, mert itt meg... Hát de itt meg azért kéne rárakni, mert ugye a, nem csak a melee weaponök, hanem az, hogy mennyit tudok vinni. Jó, jó lesz ez így, jó lesz ez így, jó lesz ez így. Viszont itt akkor a ranged mellett mondjuk rakjunk még a... Hát tudja a rák. Tech skills, implant knowledge of bodies, tools and universe, each point of tech skill increase medical engineering science skills. Igen. Igen. Mondjuk a lopakodás nem rossz. Én szeretek lopakodgatni. Legyünk egy lopakodós. Mondjuk az, ami magával hozza a közelharcit. Nem. Nem, nem kombinálok bele. Nem, 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 mert akkor sosem indulunk el. Nem, 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 nem. Aptitude. Hát ez mi a rákom. Hogy mivel kezdjünk? Tehát, hogy mi az előéletem? Nem határozom meg. Itt meg tudom határozni, hogy ugye mivel mi kolonizáló embereként érkezünk, hogy mink lennénk inkább. És itt lehet is látni, hogy ilyen egészségügyi technikusként a gyógyításra ad egyet. Ez a plazma damage. Tehát a plazma sebzés mínusz 3-as szintű, mert... ez ilyen... biztonsági osztag, a tudományos tiszt, ilyen, mi ez, ilyen séf helyettes gyakorlatilag. Ez van játékos. Jézus Mária, srácok, ezt nagyon összedobták már megint ezt a játékot, ez hihetetlen így. Meg gondnok, kajatesztelő, farmer, gyári munkás, ilyen lift operátor specialista, úristen, kasszás, pfú. És ha nem választok semmit, akkor a determinationre ad hozzá, ami meg a meghatározás. Nem, nekem tetszik ez a safe inspector, mint egy ilyen kis vizéként megyünk. Jó ez, nekem ez tetszik. Nekem ez tetszik. Aha, na és akkor itt kezdődik a karakterünknek a kialakítása. Nice. Női karakterre leszünk szokásosan, mint mindig én így játszok. Arc. Tyúha. Bocsánat, közbe. Kicsesztett már megint. Hihetetlen. Ja. Megérkeztek az új játékok a Microsoft fiókra. Igen, jelezte a Microsoft, hogy lesznek elérhető új tartalmak. Most itt az értesítés, hogy megérkeztek! Juhú! Hát ez engem most pont annyira érdekel, mint láttátok. Vagy éreztétek. Tudunk forgatni? Ó, tudunk forgatni, nagyon jó. Igen.
Hát ez valamennyire az első tűnik a legnormálisabbnak talán. Nem tudom, valahogy úgy, mondjuk ez se rossz annyira, de... Kicsit nagyobb, milyen nagy a szemük. Végülis nem is rossz egy csomó. Nem baj, srácok, egy pár órát eltöltünk ezzel, azt megyünk majd. Hát, talán akkor is a... Akkor is valamennyire az első, nem tudom, skin tónus. Húha. Mondjuk igen, ez nekem kicsit alapérzete túl sötétnek tűnik. Ez már egy fokkal jobb, ez a hármas. Mondjuk a tízes se rossz. Mondjuk túl fehér. Ez jó, ez jó. Szemszín. Hú, de vörös. Na, mi van? Ennyire mérges? Úha, az, ezt nézzétek, ezt a mindent, kiégeti baszki a kamerát. Kék, szép kék, legyen szép kék. Én ezt inkább nem is piszkálom, én ezben még szar voltam. Menjünk arra, amit nem lehet annyira elcseszni, hajstílus. Van 30 féle hajstílusunk, ami egész korrekt. Azt a göndör mindenit neki. Úristen! Azt a rohadt! Wow! Ez egész jól néz ki. Szép a haj megvalósítása egyébként a játékból. Wow! Kis frufruval. Ez egy baszon néz ki. Hát ez... Hopp! Ide el kéne egy fodrász. El leszek keserítve, meg sok más játékos is, ugyanis nincs ponytail. Nincs ponytail. Biztos nagyon fúj a szél, vagy valami a bolygón, ez nem lenne jó. Egyébként nem rosszak a hajak. Akár még ezek a rövid frizurák is egész korrektül néznek ki. Ez nem néz ki rosszul egyébként, tetszik ez a kis frufus. Azt hiszem az, nem vagyok jó ezekbe. Ez már nagyon ilyen tupírozott. Nem fölmegy. Nekem ez tetszik így. Hajszín. 50 darab. Úristen, itt fogunk aludni, srácok, mire ezt eltaláljuk. Kék. Wow. Ez lilás. Azt a rohadt, egyébként a fény nagyon jó. De ennek is van a szürke 500 árnyalata, baszki. Az, de vörös, az igen. Inkább így kéne hagyni, mert így lehet látni. Ó, ez ilyen nagyon snasz. Nem, itt tetszett nekem egy-egy szín. Akár ez a vörös se rossz egyébként, ez az ötös. De nekem így tetszett ez a lilás rózsaszín jellegű is. Legyen normális színű haja. Ha már azért. És ugye ebből is van egy csomó változat. Ó, most világosabb a háttér, ez így jó. Négyes vagy az ötös? A vörös, akkor legyen fasz a vörös, nem? Jó ez, nekem ez így tetszik. Ez így fasz a eyebrow style. Na, ez így mindjárt jobban tetszik nekem, ez a kis vékonyított kettes. Hát ez igen, hát itt sokáig volt a hiperkamerával. Ó, a hatos is jó. Mi különbség van a kettes meg a hatos között? Tudja a franc. Kettes az vékonyabb. Jobban tetszik. Tudjátok mit? A franc szórakozunk ennyit. Jó ez így. Facial hair. Hát...
nőnek nem igazán kellene. Meghagyjuk a fasziknak. Hello, hello! Szép jó reggelt, azt mondja. Mondjuk, a játék legalább megadja mindenkinek a döntést. Tehát az, hogy még női karaktert választok, és nem szürkíti le, hogy facial hair-t állítsak neki, az igen. Jó, maradunk így. Features. Makeup. Ó, egy kis smink, egy kis reggeli smink. Az igen. Úristen, itt megint mik fognak születni. Itt a végén még Amidala királynőt is, meg azt a mindenit neki. Ő neki megártotta a hibernálás. Puh, na jó. Ez itt van nagyon eldurvulós dolog, úgyhogy ne szórakozzunk ennyit vele. Kérdés, hogy alapon hagyjuk, vagy egy kicsikét adjuk. Ez kicsit túl erős ez a rúzs. Ez a minimál maradhat. Ilyen kis alap minimálon. Dört. Hát nem lesz koszos. Mi? Most jött ki az alvásból, mi legyen koszos. Nem dőlt rá azért. Sebb helye nem lesz neki, kora. Ah, jó az alapon. Fiatal, tele ambíciókkal, megjött az új bolygóra, melót keresni. Szerintem ez így jó. Ez egy abszolút patent hölgy lett belőle. Nem mondom, hogy belőlünk, mert az egy kicsit furcsán jön ki, de teljesen jó. Én azt mondom, ez így batho. Megyünk tovább. Name. A női karakternek nevet kell adni, úgyhogy ilyenkor szokott az jönni, hogy Brianna lesz, ha már így alakul, úgyhogy... És még egy másodpercet kérek, megnézem, hogy mi újság közben itt a dolgokkal, működik-e minden faszán. Jó, úgy látom, hogy visszatértünk közben normálisan a megszakadás óta. Jó. Nagyon jó. Cummari. Ja, itt már enter. Nagyon jó. Oké. Szóval... Adtunk egy kis bónuszt a kézi fegyverekre, meg a hosszú távú fegyverekre, meg a heavy-kre, meg egy kis lopakodás, meg minden anyám kínja, meg nagyjából rádobtunk mindent arra, hogy goodba legyünk. Illetve ilyen biztonsági, hát, hogy mondjam, ilyen megfigyelők vagyunk, ellenőrök vagyunk. Az pedig így teljesen jó lesz nekünk. Kérdés, mennyire fognak minket szeretni, de ez így teljesen jónak tűnik. Oké, srácok, kezdődjön végre a kaland. Looks to be your lucky day, my friend. Most ő miért menekül? Not likely, bootlickers. Ja. Initiate skip jump. Terra 2. Orbitális pályán lévő laboratórium. Nem tudom, mit akart, hogy most elrabolni mindenkit, vagy ilyesmi, de... Jó, hogy minket el is hozott? Ah, there you are. Wondering what's going on, eh? Bit of bad news there, I'm afraid. Your colony ship was inexplicably knocked out of skip space and forced to complete its journey at sublight speeds. This means that you and every other colonist on the Hope have been in suspended animation for 70 years, give or take. Normally,
Reviving someone after so long leads to some quite horrifying results. It's called explosive cell death, but it's really more of a liquefaction. Something wrong? Oh, yes, well, not to worry. I've pumped your body full of a special concoction I devised to keep you from dying so horrifically. Hopefully at all, but I guess we'll see, yes? Unfortunately, I used the last of my chemical supplies saving you. I know it's a lot to ask, but I must have your help securing more if we're to save the rest of your fellow colonists. I'd see it done myself, of course, but the board has a sizable bounty on my head. Now, my ship is inoperative, but I've managed to hire a smuggler to help you out. He'll be... Oh, I see we're in position. Good luck! Ja, értem, hogy mi elsodródtunk gyakorlatilag, és ugye annyi ideig, ha jól értem, bocsánat, hogy rosszul fordítom, majd utána olvasok én is, csak próbáltam figyelni, tehát hogy igazából annyira elsodródtunk vagy valami, hogy... Meg tudom állítani? Meg. Tehát gyakorlatilag, hogy annyira elsodródtunk, hogy most már a kolónia embereit, akit ugye lefagyasztottak, hogy megérkezik majd a bolygóra, nem tudnák biztonságosan fejleszteni, mert nagyon súlyos ilyen sejtbomlásnak, ilyen sejtpusztulásnak indulna rögtön a szervezet, viszont minket kiszedett belőle, és ő kifejlesztett ilyen speciális szérum jellegű cuccot, amit bejutatott a szervezetünkbe, ezért elvileg mi nekünk ez a következmény elmarad, vagy legalábbis ellenállunk neki. Ezért mondta, hogy mi voltunk szerencsések ezzel kapcsolatban. A csávókámat ugye körözik, és a hajója meg elromlott, úgyhogy most igazából egy csempész által fogunk gondolom lejutni a bolygóra, vagy valami ilyesmi. I'm sure. I've also outfitted you with a simple wireless monitor, so I can track your progress. I'll check in with you as soon as you land. Good luck. All the colonists are counting on you. Akkor ő mégsem az a tipikus rossz karakter, csak gondolom így van megbélyegezve, vagy ilyesmi. Érdekes, majd kialakul, hogy akkor most ő mennyire rossz, vagy mi van vele. Aha, hát földet értünk, fasza. Oh, you've landed. Good. Hawthorne should be close by. What in law's name? Is that him? Oh, that idiot. I told him to plant the beacon and move away, not stand there holding it. Oh well, no sense in letting his ship go to waste. Okay, tehát a csempészeveg itt van. Hawthorne won't mind you taking his ship. Better you than the board, huh? Not sure I trusted the fellow. Might have gone after the bounty on my head. Shame about the whole squashing thing. Nasty way to go. Wow. Azért ez jól néz ki. Fiúk, lányok. Ez jól néz ki. És igen, amire elsőre tippeltem, totál teri belőtte az én egérérzékenységi szokásaimat, úgyhogy ez tetszik. Azt mondja, hogy tudunk elvileg. Tudunk hátraugrani. Ilyen quick step jelleggel. Van a sima ugrásunk, és ott jobb fönt, bal fönt látjátok, ott, hogy így, ha kétszer lenyomom, hogy visszahökkel a karakter oldalra, és megy. Ah, tehát ilyen jellegű a dodge. Oké. Van egy csodás invertoring, majd négy fegyverünk, a kapacitásunk, light ammo, heavy ammo és energiacella, ez mi a rákot tud? Ez az energiafegyverekre lesz jó majd. Itt van maga a karakterünk, amit láttunk is.
Itt van egy térképünk, amit majd nyilván elmagyaráz, és van egy utazásunk, amit éppen csinálunk. Ugye a csávó Kának segítségre van szüksége, hogy dolgokat megszerezzen itt a Halcyonon. Ja. Igen, és ha megtaláljuk a hajóját a csempésznek, akkor a miénk lesz, mert ő meg így itt hagyta. Jó, nézzük meg. Kalandozzunk. Látom, hogy van egy HP csíkunk, az itt bugyborékol szépen nekünk vörösen. Alatta az a lilás rózsaszínes valami, az nem tudom, hogy mi akar még lenni, majd rájövünk. Bárki hitte volna, itt át kell ugranunk. Hello! De cuki! Újfajta házi állat, srácok. Ez a bolygómókus, srácok, én elnevezzük annak. Nem ezt akartam. Nem ezt akartam. Oké. Okay. Szia, bolygómókus. Tudunk. Ah, gónyomós a sprint. Oké. Okay. Szevasz, Relix. Hello, Bello. Ja, hogy ő rossz. Hát igen, kajakészítés közben én se szeretem, ha megzavarnak, úgyhogy sneakelünk. My sneaking use tall grass, rocks or other cover to hide. Aha, igen, tehát magas fűben mindenbe el tudunk bújni az enemy elől. Aha, és akkor... Ja igen, és így mutatja is nekünk, hogy most így el vagyunk bújva a cuccba, és ott van két enemy. És ezeket hogy basszam át? Aha, tehát elvileg az ellenség feje fölött lesz ilyenkor egy mérő majd, ami mutatja, hogy nem foglalkoznak velünk, keresgélnek, vagy ilyesmi. Ó, értem. Elég ráttalak, Relix. Mi újság mostanában, hogy megy a suli ilyesmi. Aha, ott a jelző, most már látom. Aha, aha. Nyugalom, nincs itt se. Na, mit nézek? Ne nézzegessé ide. Játsszál a barátoddal. Nyugalom. Felvillant egy pillanatra a gond. Na, örülök neki, tudsz egy kicsit pihenni. Oké, ezt megúsztuk. Ez a lobakodás, ez még fog egy-két érdekes dolgot okozni, úgy érzem. A bolygó mókus. Hello. Erre a gombra nem jöttem még rá egyébként, hogy mi ez, szerintem a gyors invertorinak lesz a gombja majd. Feltételezem én. Mi bajunk van? See now, you've been frozen for a while. There's bound to be unforeseen side effects. Ó, fogyasztásnak a mellékhatásai. Hát ez ilyen Ellen Ripley. Meddig volt le lefogyasztva? 57 évet. Csak ne kelljen ki belőlünk semmi. Cukik ezek a bolygómókusok, hol vannak? Nem lesz az egy kicsit magas?
De. Aha, ez az instant heal. Jó, most legalább tudjuk, hogy mit raktam az insert gombra. Oké. Nagyon szép a játék egyelőre, srácok. Total Cox grafikán vagyunk. Szinte semmit nem akadt még meg. Jó, töltőképernyője volt ott egy kis akadás, de tegnap láttuk, hogy az új kódban is úgy oldották meg. Miközben az átvezető animáció van, aközben dumálnak a karakterek, tehát ott akadás várható. Ez a smuggler? Hello! Hey, you, come here. Nem, ez egy őr. Hello! You've tried the best now. Now try the rest. Spacer's choice. Oh, wow, that stinks. Mi van? Ja, hogy most ki kéne segíteni a csávókámat. Kérdezz meg, hogy mi baja van. We were out on patrol. I saw a marauder camp up in the hills. Thought I could take him. Then my gun misfired. Right through my side. I mean, what are the odds of that, right? Just barely scraped by with my life. Crawled in here and blocked off the exit with those canisters. Gibbering, flesh-eating, law-breaking, unemployed lunatics with guns. Some hullhead grounded their spacecraft out in the open. That's a real good way to attract marauders. See those canisters by the entrance? Marauders come sniffing around in here, and I can take them all out with a single shot. Not bad, huh? Nagyon gyors voltál, barátom, mégis megdöglöttél. Azt mondja, hogy... ez szerint egy idióta vagy. Igen. Itt hazudhatunk is. Legyünk korrektek a csávóval, ne legyünk bunkók, mi. Próbáljunk meg jó fiússal játszani, én azt mondom. Tehát, hogy... a meggyőzésre menjünk, szerintem ne arra, hogy parasztok legyünk. Jó, legyen ez. Yeah, okay. You look like you know your way around a gun. Got some spare ammo, not counting the bullet in my side. All Spacer's choice weapons are now 30% less likely to malfunction. You've tried the best, now try the rest. Spacer's choice. Yes, nailed it that time. Na, és így nem kellett neki adni egy csomó cuccot. You hit your head or something? You're in Emerald Vale. We're a Spacer's Choice community. Edgewater's a little ways down. Prettiest place in the Vale. Be sure to stop by a provisioner's for a can of our famous salt tuna. The Hope? Is that some sort of fancy new drug? Are you with Anti-Cleo or something? Don't take this the wrong way or nothing, but... I'm not allowed to fraternize with Cleo workers. Company policy. Ó, jó, tehát igen, tehát annak kapcsán, hogy mi így elsodródtunk, és igazából az új remény, amire ugye mi felszálltunk erre a szállítóhajóra, és elsodródott. Fogalmuk nincs, hogy miről beszélek azzal kapcsolatban, ahogy alapvetően elindultunk. Viszont legalább szereztünk a csávótól egy stukkert, ami egy ilyen handgun jellegű dolognak tűnik. Viszont legalább jó sok lőszer van benne. Miért feltételezem azt, hogy ezt ki kell lőni? Mert ki kell lőni? Aha, ez a fegyver gyors menünek a gombja lesz, aha. Viszont azt én lehet, hogy megcserélem, mert engem ez idegesíteni fog. Egy másodperc, srácok. Oké. És ez volt a Weapon Radial. Ez bőven jó így. Oké. Okay.
Aha, igen, tehát amit mondott az előbb a faszi, hogy a mély hiperálomnak vannak mellékhatásai. Gondolom így lesz a játékban egy olyan képességem, ami a szokásos Falloutokban mindig szokott lenni, ez a TTD. Igen, lelassul körülöttem a világ, és kapok időt arra, hogy gondolkozzak azon, hogy milyen lépéseket tegyek. Limitált időm van. Igen, hogyha egy helyben állok, akkor nagyon lassan csökken a TTD méterem. Hogyha mozgok vagy támadok, akkor sokkal gyorsabban. És elég lassan töltődik újra. Aha, tehát akkor az ott az a TTD méterem. Most legalább ezt is tudjuk. Aha, jó. Azt mondja, hogy... Azt viszont akkor én... Azon töröm a buksimat, hogy megint csak átállítok egy dolgot. Szép lassan megtudjuk, hogy melyik gomb mi. Azt mondja, volt nekem itt valahogy ilyen TTD-m, ez nekem erre kell, igen. És a Weapon Radial az lekúszik ide, így. Célzás az nem éppen egyszerű, srácok. Fú, de nem egyszerű. Lehet lootolni az emberkénket? Nem. Annyira természetesen mozog a karakter, hogy nincs az, mint a másik játékokban, értitek, hogy így simán csak becélzod, és így rácuppan a fejére a célkereszt. Ó. Igen. Igen. Aha, tehát fejlesztve a cuccainkat, mondjuk egyre kevesebb ilyen picking lockra, meg ilyenekre van szükségünk, és mutatja ugye, hogy mennyink van, és mennyi kell a feltöréséhez. Most ha elvileg jól nézem, akkor... Igen, azt hogy nem tudjuk. Oké. Okay. Hát ez mi? Igen. Felszűj mindent. Majd később eldobjuk. Egy fürt banán. De ez mindig jól jön. Sziasztok, srácok! Üdvözlöm mindenkinek! És azt hogy nem jelzi itt a cuccainkat, amit fölvettem? Armor management. Ó. Ó, jaj, kategorizálva van minden cucc, meg hogy mit tud. Ah, értem. Ja, és így van betárolva a cuccaink, hogy melyik micsoda, és mondta is, hogy mindig ez a gyors hílelő van az egyesen. Modifikációk. Ez mi a rákon? Megpick. Ja, ezzel tudom kinyitni a cuccokat. Oké. Questek, junk és a fegyverzet. Jó, szép lassan rájövünk, hogy működik ez a játék. És az hogy van nekem beállítva? Ez jó kérdés, mi? Hát gondolom rendes egyesként van beállítva. Jó, mindegy. Na, menjünk tovább, srácok. Totál jól néz ki a játék egyébként. Nyilván
megőrizte a Falloutra jellemző ilyen kis... Nem, talán még az se. Még annál is egy picikét szerintem ilyen rajzfilmesebb egy picit, de tök jól áll neki szerintem. Nincs sajnos. Co-opról én is azt hittem, hogy lesz, de nincs sajnos. Nem készült hozzá. Itt ketten vannak. Azt nem tudom, hogy ilyen sneak kivégzés van-e a játékból, mert szerintem nincs. Viszont ezeket jól lenne kinyírni. Az egyik ez bejön balra, a másik viszont a kövek mögött van, és ott nem is lehet látni, hogy ott van. És amikor ez eljön erre, én át tudnék csúszni és kinyírni azt ott hátul. Nem tudom, van-e sneak kill benne, ha mögé megyek. Hát csak van. Ó, hogy körjárbatban vannak. Hogy amikor az egyik idejére, a másik megy el. Vagy megfordul, mindjárt kiderítjük. Ha nem, visszafordul. De most én viszont át tudok itt csusszanni. Így. Ő azt hiszem most megfordul még egyszer? Nem fordul meg. Őt meg viszont lekövetjük. Hát nézzétek, srácok, ebben el tudjuk menteni, úgyhogy kipróbáljuk. Így. Hogy van-e közelharci. Ja. Így leugrani tudunk maximum mögé. Aha. De elvileg mi be tudom érni a csávót. Aha. Jó. Aha, ott elkapjuk. Most elmegy balra. Nem megy el balra. Bazd meg, az előbb ez nem így mozgott. Akkor megcsesződsz így. Aha, nincs. Nincs. Nincs, nincs. Nincs. Max lehet, hogy képességben később lesz, de nincs. Nincs. Jó, akkor ellopakodunk. Nincs sneaky kill. Tekintve, hogy az előbb őket se tudtam lootolni, én inkább itt hagyom őket békében, és megyünk tovább. Amint... ő még egyszer oda megy, mert ez szerint ő megfordul. Gyere. Úgy, gyere. Nagyon jó. Jól csinálod, ez az, ne hagyd abba. Állj meg. Állj meg. Úgy. Tessék elmenni barbú, nagyon jó. Szevasz! Aha, itt a hajó. Ezek ilyen barátnak tűnnek nekem. Csokolom. Láttam, ott jöttem el mellette, bazeg. Kezdjük ezzel. Tegyünk jó benyomást. Really? How is he? Well, that's a relief.
You don't want to know how much paperwork's involved in paying off a gravesite fee. We'll see him back to Edgewater, just as soon as I cross these marauders off with the swift, cost-efficient fury that's made Spacer's Choice the most trusted brand in personal defense. I just, you know, need a couple of winks to catch my breath. Stretch my legs, son. Blablabla, azt mondja. Hazudni nem akarok neki, megfélemlíteni nem akarom neki. Well, sometimes. Management's real good at cost-benefit analysis. But, seeing as I'm the acting manager in this situation, you know what? You're right. It's time we cross those marauders off, find whoever owns that ship, and file a full report. Then it's gonna be fucking laminated. Here we go. Got him! Act one down! Tudtam, hogy meggyőzni kell őket. Bazeg, beállt elém a gyerek és azt találtam el. Hát a rohadt életbe. Nem lehet eltalálni semmilyen... Le is lőttem? Várj, ez nem ő volt. Viszont legalább lehet már lootolni, úgy látom. Aha. Holden. Na végre egy játék, ami megcsinálták azt, hogy működik a szimpla loot, meg az autó loot is. Nagyon jó. Ez tetszik. Hát te mi a rosszabb vagy. Igen, sajnos a gyereket eltaláltam. Hát, jó volna. Mindig van háborús veszteség, ez van, srácok. És akkor ez a hajója. A csaj egyébként, ugye gondolom ennek a helyi biztonsági szervezetnek a hadnagya, ahogy láttam. Valószínűleg hasonló lesz belőlem is, hogy ezt a karriermódot választottam. You can faster with the location you have unlocked by opening your map and setting your desk. Oh! Aha. Ez egy gyors utazási pont innentől kezdve. A csaj szólt ugye, hogy ilyen no... Please be informed that this vessel contains no valuable plunder. Éjda. Né, éjda. Hello? És ezt el tudom venni anélkül, hogy... Marauder. Please be informed that ignoring me is dangerous for your health. Ó, ezt ki tudom nyitni, mert már látjátok? Abból a 22 szarból 5 van nálam. Nem, 20... Hogy van? Igen. 5 kell hozzá és 22 van nálam. Abból meg 2 kell és 3 van nálam, hogy ezt a szekrényt kinyissam. Tehát ez... Itt nem fognak szólni érte, hogy én itt úgymond lopok. Mert itt azért ebben a játékban az is gondolom úgy benne van, mint eddig is volt, hogy nem kéne lopni. Jaj. Unauthorized access of spacefaring vessels is a crime. Please submit yourself to the authorities. Hello. Hello, Marauder. I am Ada, the autonomous digital astrogator of this vessel. Please be informed that I am authorized to use violent retribution against unwanted solicitors. Please return any misappropriated equipment and exit this vessel in an orderly fashion. Failure to do so will result in your immediate destruction. I detect an elevated heart rate. Indicating dishonesty. Please prepare yourself for lethal deterrence. Jettison procedures initiated. Disengage in airlocks. Prepare to reject all boarding parties in 5. Mission us. 3, 2, 1. You are still here. My deception protocols have failed. I have been programmed to express disappointment.
This vessel is the registered property of Captain Alex Hawthorne. I am incapable of accepting orders from anyone other than Captain Alex Hawthorne. I deduce from the tone of your voice that Captain Hawthorne failed to meet you at the designated location. Ne hazudjunk, gépnek se hazudunk. Ez a biztos. Mindenkivel korrektek vagyunk. I understand. I will require some time to process this information. Thank you for your patience and for your honesty. Mondom, már a gépeknek is lelkük van. Orders exclusively from Captain Hawthorne. If I accept your orders, then you must be Captain Hawthorne. Do you understand? Well done, Captain Hawthorne. I see your powers of deductive reasoning remain intact. Ennyi, buzz meg. Unfortunately, our engine is currently inoperable. Our main drive suffered a critical power failure, and we were forced to make an emergency landing. The main drive's power regulator has been irreparably damaged and must be replaced. The settlement of Edgewater is located nearby. I recommend speaking to the administrator of Edgewater and requesting assistance. I have taken the liberty of printing you a new captain's identity cartridge. Please try not to lose it this time. This cartridge identifies you, Alex Hawthorne, as the registered proprietor and captain of the Unreliable. Do you understand? Okay. Best of luck in your search for a power regulator. Try to stay alive this time. Bazd meg, Devia! Úristen! Úristen, na jó, erre inni kell egyet. Bazd meg, Devia! Szövege van. Tehát a lényeg, megtaláltuk a csempésznek ugye a hajóját. A mesterséges intelligencia ugye azonosított minket, mint betolakodókat. Be akarta kapcsolni a biztonsági rendszert, meg minden, de mondtuk neki ugye, hogy hát bazd meg, hát azért most zuhantunk le, vagy itt vagyunk lem. Ő meg mondta, hogy hát igen, vannak meghibásodott részek, meg minden. És ugye hát megmondtuk az igazat, hogy tehát ő mondta, hogy ő csak ugye a Captain Hawthorne-nak engedelmeskedik. Korrektek voltunk, és megmondtuk, hogy hát ő bizony megpurcant. De ő megközölte, hogy nem fogadhat el parancsokat mástól, csak a Captain Hawthorne-tól. Ezért mi leszünk a Captain Hawthorne? És így rövidre zártuk az egészet konkrétan. Úgyhogy megkaptuk az ilyen hajókártyát, vagy mint egy ID-t, ami innentől feljogosít minket, hogy ez bizony a mi hajónk. És szintet is léptünk. Ha szintet lépünk, akkor növekszik automatikusan az életcsíkunk, és pontokat kapunk, hogy upgrade-eljük a skilljeinket, ami új perkeket fog megnyitni. Valószínűleg a lopakodásnál így fog működni majd a mi cuccunk. Jó. Azt mondja, character page in your ledge, then set the perks tab. Oké. Okay. Na. Egyszer 10 pontunk van, azt a rohadás. Menjünk egyszer a skillekre. Nem, perkekre. Nézzük a perkeket. Na baszd meg, van egy-kettő. Ez plusz 50% az alap HP-nkra. Ez mínusz 20% a vendorok, tehát az árusok költségére. Ez a taktikai időre. Több XP-t, 50% a több XP-t kapunk, hogyha a kompanionunk ül, tehát a társunk. Legyen a HP, szerintem legyen a HP. Ó. Lehet pár darabot rakni még, én úgy érzem. Oké.
Jó, hogy ezt el kéne menteni? Aha, oké. Skills. Skills pontokat tudunk elosztani. Azt mondja, hogy... ez egy 10 darabot. Na bassza meg. Úgy érzem, itt azért a közelharcnak is lesz sok esélye, úgyhogy rakunk arra is. Ja, értem, tehát a kezdő az egy elég nagy boost volt, amit tudtunk az elején rakni, mert az rögtön 10-et adott hozzá, most meg egyesével tudjuk pakolgatni. Az nem baj, nem baj, adunk a melee-re mondjuk így 15-ig. A dodge meg a block, hát az nem tudom mennyire fog kelleni, de a defense nem árt, arra is adunk. A dialógok az... hát igen, a beszélgetés is nagyon kéne. A lopakodás most jó áll. A medical dolgok... hát az annyira nem lesz számomra, szerintem fontos. A leadershipbe mi a rák tartozik? Ahogy növelni tudja a mellettünk lévőknek az életét. És ugye a képes, az viszont a leadership jó lesz, de most nincs senki mellettünk. Úgyhogy adjunk a dialóghoz is egy 15-re, és mondjuk akkor legyen mondjuk a melee legyen még egyen följebb. Apply. Így. És a journalunk frissült, még hozzá ugye az volt a zárása a történetünknek, hogy lezuhantunk, vészleszállást vagy vészlandolást hajtottunk, kényszerleszállást hajtottunk végre, így kerestem, és meghibásodott az energia átalakító, azt hiszem a regulátor valami olyasmi, és a közeli városban, Edgewaterben valószínűleg találni fogunk hozzá alkatrészeket, úgyhogy el kell mennünk Edgewaterbe, úgyhogy ezt be is állítjuk aktívnak. Elvileg ez már aktív is, akkor úgy látom. Set aktív. Hát ez aktív. Ah, oké.